A Holstein-Fries szarvasmarha kifejezetten tejjelésre tenyésztett fajta, szemben a húsmarhákkal, sőt a leggyakoribb fajta a tejiparban a kiváló hozama miatt. A 30 éve működő Geomilk Kft. Egyik tehene átlépte a 100 000 kg leadott tejet. A gazdaságban ő a 8. ilyen állat, és a csonka névre hallgat. Átlagosan azért egy 30-40-50 ezer liter tej, ami egy átlagos tehéntől egy élete során elvárható. Az ilyen egyedek, akik képesek 100 ezer liter vagy kilogramm tejet megtermelni, ezek igazán különlegesek. Éppen ezért a Holstein-Fries Tenyésztők Egyesülete alapított egy úgynevezett aranytörzs könyvet, amibe ezek az állatok bekerülnek egyenként a pedigréjükkel, hogy kik a felmenőik, mikor értéke lesz, és erről kapnak egy oklevelet, amit bekeretezve kiteszünk mi is a falunkra, illetve kapnak egy sejem sálszerű nyakbatevős sálat, amin rajta van írva, rá van írva, hogy ők 100 000 kg tejet termeltek. Tehát az mi tehenőszetünkben ő a 8. állat, aki bekerült ebbe az aranytörzskönyvbe, 7602 a fülszáma. A következő díjazandó fokozat a 130 000 kg leadott tej. Ezt azonban még a Geomilk Kft. Egyik tehene sem érte el eddig. Sajnos még ilyen tehenünk nem volt, aki elérte volna ilyen 110 000 liter körül, kiló körül kikerült a tenyészetből a legnagyobb laktációjú is. Jelenleg olyan 1157 tehenünk volt a mai nap reggelén, úgyhogy ez egy folyamatosan mozgó szám, hiszen minden nap vannak elléseink, és időnként ilyen két hetente durván kerülnek ki a tenyészetbe, akiket már leselejteztünk, olyan kevés tejet adnak, illetve valamilyen, esetleg nagy Isten, valami egészségügyi okok miatt, de ezek kikerülnek a tenyészetből. A díjazott tehén 11 éves, ami szintén rekord. Ugyanis 4-5 év az élettartamuk az ilyen fajtájú teheneknek hazánkban. De ennek ellenére jó egészségnek örvend, 9-szer ellett és jelenleg is vemhes. Az állat családilag segíti a Kft. Működését, ugyanis már az unokái is adnak tejet.